Sziasztok, Kömke vagyok. Jött tegnap egy háznézésre felkérés, amiben átküldték a hirdetést, illetve az épületnek a címét. Az egy 13. kerületi ingatlan, 170 millió forintért. Kapásból visszaírtam, hogy 2 hónappal ezelőtt megnéztem ezt az épületet másnak, és azonnal felejtős az ingatlan. Annyira szar, nem is az, hogy szar állapotú, mert az is, de hogy annyi rejtett hibája és nagyon komoly statikai hibái vannak, hogy szigorúan tilos megvenni. Az előző megkeresés, ahogy mondtam, egy 2 hónapja történt, átküldték a hirdetést, én az alapján már írtam, hogy nekem a fafödém az gyanús. Egy részben alápincézett, földszintes, tetőteres épületről beszélünk, képeken látszódtak a fa födémgerendák, arra már én írtam, hogy egyrésztről már a hirdetési fotókon látszott, hogy ezek meg vannak repedve, másrésztről én építészként tudom, hogy ezzel a keresztmetszeti mérettel ilyen hosszban és ilyen kiosztási távolságokkal ez rohadtul nem felel meg tetőtérbe építésre. Ezeket az aggályaimat meg is osztottam igazából a megrendelőimmel még előzetesen. De mondták, menjünk ki, nézzük meg ettől függetlenül. Kimentük, megnéztük, hát még rosszabb volt a várakozásokhoz képest az egész, ugyanis van egy olyan traktusa az épületnek, ami 5 méter 11 hosszú, ezen a részen, ezen a nappali részen a födémgerenda 9 centit be van hajolva, és olyan mértékű repedések vannak rajta, ami már egy laikus számára is igen erős kérdőjeleket vet fel a stabilitását tekintve. Én mondtam, hogy teljesen ki van zárva, hogy ezt az épületet én megengedjem megvenni. Ezen kívül pont akkor a tulajdonos javítgatta ilyen szerinte, illetve hát ő mondta, hogy hát kiköltözött az albérlő és utána végzi a tisztasági festéseket, de hogy a pincébe pont tisztasági festés zajlik, és hát oda akkor nem menjünk le, mert hát most festékes minden. Mondtam neki, hogy hát nem vagyok papírból, a pince az egy alapkardinális dolog, ráadásul ismerem a környéket, és tudom, hogy ott mindegyik pince vizes, ő szerintem nem. Amit ott látunk a pincében, az csak a friss meszelésnek a nyoma. Ó, baszt. Tehát több mint 100% volt a nedvesség tartalma a falaknak, és a általam használt nedvességmérő készülék az mélységi mérést végez, tehát attól például, hogy egy zuhanyzóban épp előtte zuhanyoztak 5 perccel, nem fog 100% fölötti nedvességtartalmat mutatni, mert éppen a csempén még ott vannak a vízcseppek, szerkezeti mélységben mér. Tehát atomvizes volt a pince, a tulajdonos az szépen lefestegette, lekenegette, hogy ne látszódjanak a penészfoltok meg a vízesedés az egészre. Ugyanezt csinált egyébként fönt, ahol a tető ázott be. Na mindegy. És ahogy mondtam, a fafödémünk az nagyon-nagyon durván nem jó így semmire. Ráadásul most tegyük félre egy kicsit a statikai problémákat. A fafödémünk az volt rajta egy lambéria, ez egy látszó fafödém, volt rajta egy lambéria réteg, és az a fölött már igazából egy burkolt rétegünk van. Se lépés hangátlásunk nincsen, semmi az ég egyet a világon, és ami még durva, hogy erre a fafödémre falazott válaszfalakat raktak rá az idióták. Egyszerűen elképzelni nem tudom. Ja, és azt tegyük hozzá, hogy ez nem 60-as években épült, hanem ez valamikor a 2000-es évek elején, ha jól emlékszem, ilyen 97-98 körül talán akkora datálódott a tetőtér beépítése. Én 98-ban kezdtem a szakmát, teljesen szabálytalan volt már akkor is így egy fafödémet beépíteni. És voltak még beázási problémák, a hőszigeteltetőnk az nagyon erősen hőhidas és egyebek. Teljesen ki van zárva, hogy ezt engedjem megvenni. Pláne 170 millióért. Tehát ez nem az, hogy javítható ez az épület, hanem ez így gyakorlatilag a földszinti falaktól fölfelé kuka az egész, úgy, ahogy van. Amiért érdekes ez a dolog, mert akkoriban az legelső szemlénél csak a rendelkezésre állt, csak a hirdetés, abban volt alaprajz meg egyebek, meg képek,
Most viszont a második körben beszerezték az eredeti építési dokumentációt, lefotózva, és átküldték nekem. És mit ad Isten? Az építési dokumentáció az arról szólt, hogy volt egy épület, azt kibővítették egy nappali konyhaétkező traktussal, tehát gyakorlatilag megduplázták alapterületileg az épületet, előtte is egy fafödémes épület volt ott. A statikai munkarészben az volt leírva a építési dokumentációban, hogy a régi házrészen beraknak 20-160-as acélgerendákat, kettő darabot, azért, hogy a mestergerendaként, tehát keresztbe, hogy megosszuk a fafödémnek a fesztávját, és így beépíthető legyen a tetőtér. Az új részeken 5x20-as gyakorlatilag pallókat írtak ki, maximum 50 centis osztás közzel, hogy ez lesz a fafödém, amit hozzákapcsolnak a régi fagerendákhoz, le volt írva, hogy egy méteres toldás legyen rajta, stb. Stb. Tehát tök korrektül megvolt az építés engedélyezési dokumentációban minden. Ehhez képest, amit csináltak, letolták a régi fafödémet is, 15x15-ös fafödémgerendák, 80 centinként, sőt, annál egy kicsit még nagyobb távolságba, semmilyen merevítése nincsen a fafödémnek. Az eredeti dokumentációban volt egyébként lépéshangátlásról is szó, tehát szárazpadló lépéshangátlás, meg volt minden rendesen csinálva. Rohadtul nem ez készült el. És a második érdeklődőnek, már értelemszerűen mondtam, hogy ki sem menjünk, hiszen ismerem az épületet, és felejtsük el azonnal az egészet. Nekem nagyon jó info volt, hogy ő beszerezte a terv dokumentációt, ami engem igazolt, hogy ez a fafödém, ez rohadtul nem felel meg semminek gyakorlatilag. Padlásfödémnek is neccesen egyébként így 5-10-es fesztávra ilyen gerenda méretekkel, meg ilyen osztás közzel, nemhogy tetőtérbeépítésre. És ilyenkor felbetül bennem a gondolat, meg így kollégákkal, feleségemmel szoktunk arról beszélni, hogy mekkora felelősségem van az ilyen ingatlanok esetében arról, hogy ezek a piacon maradhatnak, és lesz olyan, aki megveszi. És utána, ha valami komoly baj történik, én abból maximum a hírekben értesülök. Van-e felelősségem arra, hogy közzétegyem az ilyen épületeknek a listáját, tehát kvázi csinálják egy fekete listát ezekről. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ugyanis természetesen van felelősségem, viszont azonnal befognak, tehát azonnal perre fognának hitelrontás egyéb dolgok miatt, anyagi veszteség okozása miatt a tulajdonosok. Tehát nekem az időm nagy részét az bíróságokon kellene tölteni, illetve ügyvédeket fizetni és egyebek, azért, hogy ti megmeneküljetek a szar épületektől. És bocsánat, vagy nem bocsánat, de ha normálisan végig gondoljátok, ezt senki nem vállalja be, én sem fogom bevállalni. Egyszerűen a jogi környezet, meg minden, az nem nekünk, nem nektek kedvez, hanem mindig annak, aki sajnos a úgymond a rossz oldalon áll. Tehát nekünk Jediknek igazából így a jó oldalon nincsen túl nagy esélyünk. És mondom, egyszerűen a sok bírósági eljárás, meg minden az engem emésztene fel. Nem beszélve arról, hogy így is kapok elég fenyegetést kivitelezőktől, meg ingatlanosoktól, eladóktól, hogy beverik a pofámat, nincs szükségem arra, hogy publikáljak egy ilyen fekete listát. És pont emiatt én azzal nyugtatom a lelkiismeretemet, hogy ezt a statikai problémát, vagy az ehhez hasonlókat mások is észreveszik. Mármint nem ti laikus érdeklődők, hanem azok, akiket kihívtok szakérteni.
és nem rólam, nem csak rólam van szó, hanem vagyunk azért egy páran, akik így segítenek házakat nézni. És bocsánat, hogy azt mondom, de aki 170 millióért vesz egy házat, és nem hív ki egy szakértőt előtte, az magára vessen. És itt van az, ami Magyarországon nem szokás, hogy van egyéni felelősségetek abban, hogy mit vesztek és mit csináltok. És én értem, hogy az eladó a ludas a dolgokba, aki takargatja a hibákat, aki nem árulja el ezeket a hibákat, nagyon nagy, hosszas könyörgésre adja csak ki az építési dokumentációt, ami alapján akár egy laikusabb személy számára is lehetne ellenőrizni ezt a födém dolgot. Tehát van a rossz oldalon lévő eladó ingatlanos kivitelező, tök mindegy, nekik érdekük fűződik ahhoz, hogy eladják az ingatlant, és te vagy a gyengébb érdekképviselettel megáldva, és ha sajnálod a szemlére ebben az esetben 90 ezer forintot egy 170 milliós ingatlannál, akkor ne haragudj, de magadra vessél, és utána pereskedjél évekig, lakjál egy szarházba. Nem tartott a magyar mentalitás, meg a magyar jogrendszer, hogy egy ilyen fekete listát ki lehessen rakni, még akár egy zárt Facebook csoportban sem, mint a Kömkel csoport, és figyelmeztetni az embereket, hogy öreg, nem. Nem véletlenül van az, hogy nem rakok ki, tehát a házszemléket követően azért egy fél évet, akár egy évet is várok egy-egy házszemlének a publikálásával, pláne akkor, ha szar az épület, és nem is adta, tehát nem is vette meg az, aki engem kihívott. Nem akarok ilyen jogi herceurcákba belemenni. Tekinthetitek ezt gyávaságnak, nem érdekel igazából, hogy ki mit gondol erről. Én végzem a dolgomat. A ti dolgotok megrendelőként az, hogy hívjatok ki valakit, aki leírja és elmondja, hogy mit lát, mi várható az ingatlannal kapcsolatban. Sziasztok! Kömkel, az építész, ki minden házat lát, számára nincs titok minden apró hibát. Segít, hogy a vevő ne járjon pór, és ne bánja meg a választást. Tudja, hol van a lepedés, hol a faj gyenge. Kömkel szeme mindent lát, amit mások nem vesznek észre. Tanácsai kincsek, útmutatók nekünk. Hála neki biztos lehet, hogy jó döntünk. Kömkel!